Kapa gondoskodott könyvekről az útra. Akkor még nem tudtam, honnan szerezte őket, de később kiderült, hogy Kapa könyvtolvaj. Ő ezt kölcsönzésnek hívja. Könnyedén zsebre vág egy könyvet, és ha rajta kapják, azt mondja, visszaadom, csak kölcsön veszem, csak el akarom olvasni. Az ilyen könyv ritkán kerül meg. Kapa Ed Gilmore-ral bánt el a legcsúnyában. A moszkvai tudósítók nagybetűben tartják a könyveket, és ha érkezik egy krimikből vagy modern regényekből álló szállítmány, a számukra ünnep és boldogság. Ed Gilmore éppen akkor kapott egy új Hillary Quint. Már az ötödik fejezetnél tartott, amikor meglátogattuk. Míg velünk beszélgetett, gyanútlanul félretette a könyvet. Távozásunk után szerette volna tovább olvasni, de hiába kereste, kap a kölcsönet. Aki filmmel foglalkozik, vagy fotózással foglalkozik, vagy érdekli a fotózás, akkor a Robert Kapa neve az nem ismeretlen számára. Maga a személye is elég vonzó, ez a gamblerség, ez a hazárdjátékos élet, és az a karrier, amit tulajdonképpen befutott, amit nem tudjuk teljesen pontosan kijelenteni, hogy azokat a képeket ő vagy a felesége készítette a kezdet-kezdetén. Tulajdonképpen ez a Robert Kapa is egy kitaláció, ahogy ő megszületett, de elvitathatatlan, hogy fantasztikus képeket csinált. Hát maga az élete az egy nagyon izgalmas dolog, tehát hogy én azt gondolom, hogy filmért ordít ez a történet. Bízunk benne, hogy el tud készülni egy ilyen produkció. Nyilván koprodukcióba kell gondolkodni, de attól függetlenül egy nagyon sikeres magyar ember, aki meghódította a világot. Kapa egy vízi disznó. Sajátos módszere. Föl kell, beveszi magát a fürdőszobába, és telereszti a kárt. Belefekszik a fürdővízbe, és addig olvas, amíg el nem álmosodik, és ekkor mindjárt el is alszik. Ezzel reggelente 2-3 órát is igénybe vesz. És nem nehéz kitalálni, hogy amíg ő oda bent anyázik, a fürdőszoba nem használható komolyabb célokra. Közszolgálatnak tartom megosztani ezt az információmat Kapán. Két fürdőszobával Kapa elbűvölő, okos, jó helyen jutik el. Egy fürdőszobával viszont nem más, mint... A Kapa Centernek volt egy megmozdulása, tulajdonképpen a múzeumot akarták kihozni a múzeum épületéből, és volt egy 104 vagy 107, nem tudom pontosan, képből álló installációja, amit a Budapest Parkba telepített ki a Robert Kapa Múzeum, és akkor jött a felkérés, hogy ennek a megnyitójára készítsünk valamit, vagy készítsek én egyedül valamilyen estet, felolvasásszerűen a önéletrajzi regényekből, a Vér és Pezsgőből és a Kissé elmosódvából, és akkor kitaláltam, hogy próbálkozunk valami izgalmas együttállással, és a Qualitones két kiválóságát hívtam segítségül, Boros Levente perkuszionistát, és Szőke Barna gitárost, és tulajdonképpen egy félig improvizatív, félig kötött előadást készítettünk ezekből az önéletrajzi írásokból. Az ember elolvassa a Vér és Pezsgőt, az egy olyan, mint egy hollywoodi forgatókönyv, tehát érződnek benne a túlkapások, meg a lódítások, de nagyon szórakoztató és nagyon-nagyon izgalmas, tehát hogy egy elképesztő életút. Egy fotós barátom készített még nagyon-nagyon régen egy előadás kapcsán, még a Radnótiba fotózott egy előadást, és csinált egy ilyen montírozást, hogy egymás mellé rakta a Kapa képét, meg az enyémet, és akkor tulajdonképpen így indult, és aztán csináltunk egy fotózást, amikor megpróbáltuk megcsinálni azokat az emblematikus fotókat, amik Kapára készültek.